Kedves nézőink, régi mondás, minden ember számít, minden ember élet számít, minden áldozatra kell emlékezni. Egy település és akármennyi áldozat volt, emlékezni kell rájuk. Hát van egy ember, már, akivel már beszéltem, Tóth Pétert köszöntöm, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Aki valami egészen különleges dolgot vett a fejébe, évek óta szervezi a Grossman Lili emléktúrát. Most is megvolt. Kicsit beszéljen róla, segítsünk a nézőknek, emlékeztessük őket arra, igen. Mi is. Tehát 10 évvel ezelőtt kezdődött ez a túra, ez egy bükkajai település, Cseréfalunak hívják, ahonnan 2 családot vittek el 1944-ben, ketten élték túl, és én a különböző helytörténeti kutatásokat végzek már évtizedek óta a faluba, és ekkor eldöntöttem, hogy ezt a történetet is kikutatom, megírom, egy blogot vezettek róla, és 2014-ben, 70 éves évfordulón elmentem a Mezőkövesdi gettóig, és most már 10. alkalommal volt idén. Azt láttam a képeken, hogy most már nem egyedül ballagott. Így van. Isten igazából az volna a legjobb, mondjuk, hogy akár jövőre, vagy akár később 10, 20, egyre több ember csatlakozna ehhez a túrához? Hát most... elég sok meghívót elküldtem e-mailekben, levelekben, különböző támogatókat próbáltam szerezni. Ennek lett meg úgymond a hatása. Önök is segítettek a nyilvánossággal. Nagyon speciális a helyzet, ugye az egész kérdés egy speciális, hiszen nem nagyon maradtak túlélők. Főleg ezen a vidéken alig maradtak, ezért nagyon nehéz kötődni. És akik most élnek, ők is nehezen tudják az egészet feldolgozni. Persze segítenek, és mindenben, akár információkkal segítik az én munkámat, viszont az, hogy részt vegyenek egy ilyen eseményen, az még nem sikerült. De a környezőn nagyobb települések, városok, középiskolái, egyetem, főiskolái, egyetemei, számos diák jár oda. Tehát ezeket az embereket kellene esetleg valahogyan meggyőzni, már ha másért nem, csak azért, hogy segítsenek a kutatásban önnek. Igen, vannak jó példák, például Mezőkövesden, ott a helyi pedagógusok ezt szívügyükként kezelik, volt egy szomszédünk, volt a projekt, tehát ott is évente emlékeznek, van egy emlékkő. Én is szeretnék majd egy újabb emlékhelyet kialakítani az ottani Mezőkövesdi gettó sarkán. Tehát elindultak különböző folyamatok, de nem megy olyan gyorsan. Azt mondja meg nekem, hogy akkor kezdjük először a faluban található emlékhelyen. Ugye azt mondta, ha jól emlékszem múltkor, hogy azt szeretné, ha valaki bemegy, akkor ne találjon semmit. Tehát, hogy semmi ne legyen ott. Tehát kvázi azt megmutatni, hogy kérem szépen, nem csak az embert vitték el, hanem mindent elvittek. Mindent elvittek, ami mozdítható. Igen, hát interjúkat készítek még most is élő nénikkel, bácsikkal, és ők elmondása, orál historinak hívják ezt a kutatói eszközt. Elmondták, hogy mi történt, volt, aki meg is nevezte az egyént, aki vitte aki a bútorokat, egyéb ingóságokat. Nekem az egy tervem, és most már körvonalozódik egy alapítvány is erre a célra, hogy legyen egy szervezet, egy háttér, és különböző támogatásokat is gyűjtünk erre a célra, hogy ami 1944 májusának végén volt, az egyik ház, ahonnan elvitték az egyik családot. Ezt egy olyan állapotban szeretném megmutatni, egy ilyen kulcsos háznak is lehetne mondani, hogy aki bemegy, az lássa, hogy ott semmi nincsen. Tehát ott 1944-ben így mentek el az ottani, például Schwarz család, hogy utána semmi nem maradt utánuk. És azt gondolom, hogy ez az emlékhely, emlékház, ez nagyon szükséges, hogy tudjunk tovább gondolkodni a jövőnkről. De tudja, az a legfurcsább számomra, nem tudom, hogy múltkor erről beszéltünk-e, hogy amikor ezeket az embereket elvitték, ezt a 2 családot elvitték, bennük még lehet, hogy benne volt az a tudat valahol mélyen, hogy visszajövünk. De akik a faluban éltek, azok pontosan tudták. Valamiért
érezték, hogy ők nem fognak visszajönni. És ezért volt az, hogy utána gondolom, abban a pillanatban mi is lehetett szabad prédává vált az összes ingóság. Igen. De volt olyan interjúm is, beszélgettünk az egyik nénivel, hogy a Grossman Miklós egyedüliként visszajött, a fia nem jött vissza egészen pontosan cseréfalra, de kettő túlélőről beszélhetünk, és ő mesélte, és mondta a néni, hogy ő nem hitték el, hogy mi történt. Tehát mintha, nem tudom, a Holdról jött volna valaki, és elmondta, hogy milyen borzalmak történtek, és nem hitték el. Ezt valahol, tehát hogy az ember nagyon-nagyon mélyen megérti, hiszen erre a világ nem volt, nem felkészített, nem érthette meg a világ nagyon sokáig ezt az egész történetet. Azt mondja, hogy Mezőkövesden is szeretne valamilyen emlékhelyet kialakítani. Ott miben gondolkodik? Mezőkövesden ott volt a gettó. Igen. Ott oda kellett a környékbeli több mint 1000 zsidónak bemennie, és ott volt egy zsidó tanács, akkor ott 2 hétig ott voltak, aztán Diósgyőr és Auschwitzba vitték őket. Pont egyébként tegnap volt a évfordulója, indultak a Diósgyőrből a vonatok. Ott van egy sarok a Diófa és a Hársfa utca sarkán, és ott az egy kis tér, és már az önkormányzat is felvettem a kapcsolatot. Ott egy bőrönd, egy kőbőrönd lenne az elképzelés, amivel emlékeztetnénk. Ott egyébként volt Mezőkövesden egy nagy emléktábla, 800-valahány mártírnak voltak a nevei felvésve, 56-ban sajnos ezt lerombolták. Tehát ott Mezőkövesden már nincsen. A régi zsinagóga, amit szintén leromboltak, annak a falán van egy kis fekete emléktábla, körülbelül ennyi maradt Mezőkövesden. Esetleg azt az áldozatok nevét tartalmazó emléktáblát lehetne újból felállítani? Miskolcra átvitték, tehát ledöntötték, kicsit széttör, de miskolci zsidótemetőbe megtalálható. Vissza kell hozni Mezőkövesre, mert ott van a helye, hiszen onnan hurcolták el. Hát igen, ez egy nagyobb lépték, és bocsánat, hogy újra elmondom, de ez az alapítványunk ennek is megágyazna, hogy tudjuk ezeket a projekteket, mert ugye ezek pénzbe kerülnek, úgyhogy mindenképpen szükség lesz egy ilyen one man showból. Volt egy ilyen idézővel pozitív kritika felém, hogy ez egy ilyen one man show, amit csinálok, de ez abszolút nem így van. És ebben egyrészt igaza van az összes kritikusnak, másrészt pedig hát most félre ne érts, és abszolút dicsérőleg értem, a szent őrültek nélkül nem jut előrébb a világ, tehát már... Oké, de nem akarok szent őrült lenni, De ha talál még 3 másikat, 4 másikat, 5 másikat, onnantól kezdve már átalakul az egész szituáció. Tehát akkor már nem szent őrültekre, nem egy szent őrültre van szükség, hanem egy csomó embere, akik közösen gondolkodnak, és akik közösen akarják az emlékezetet egy kicsit rendbehozni, és az emlékezet politikában egy kicsit, vagy az emlékezet kultúrában egy kicsit rendet rakni. Meg kéne írni ezt a történetet. Van egy blogom, ahol írom a printformában, könyvformájában meg kéne írni. Gondolkodik rajta? Még annyira nem gondolkodok ezen. Már pedig megéri? Most legújabb gondolataink, az alapítvány nevével foglalkozunk. Itt az élet és az igazság szóval gondolkodunk, tehát ne gondolja azt senki, hogy itt sírdogálunk és emlékezünk, és évente egyszer összejövünk, aztán utána mindenki megy a maga dolgára. Tehát mi élünk, tehát ebben az egész helyzetben élünk, tehát ez mindenképpen szükséges, hogy ez egy élő dolog, amit csinálunk, és egy igaz dolog. És a mai világunkban nagyon fontosak, hogy az igaz dolgokkal foglalkozzunk. Megvan már a neve, vagy még... És még nincs meg teljesen meg a neve, de hamarosan meg lesz, már kezdtük a különböző anyagokat előkészíteni, de ez a kiindulási alapunk, és valamit ki fogunk találni az elkövetkezőkben. Azt szeretném mondani, hogy amennyiben megvan az alapítvány neve, bejegyzésre került,
találkozunk újból, ha lehetséges, mert akkor nézzük meg, hogy én már nem egy személyben, egymaga mi mindent tervez, mi minden szeretne csinálni, akár még ebben az évben, akár jövőre. Ma onnantól kezdve lehet hosszabban tervezni. Abszolút. A alapítvány sokkal könnyebben tudnak támogatni intézmények, cégek, magánszemélyek, mint egy embert, mert ugye tudjuk, hogy... És hagyd mondjak még egy utolsó dolgot, hogy a Cserépfalvi Imre, ugye, aki innen származik, Cserépfaluból a haladó könyvkiadónk, neki az unokája jelentkezett, pont tegnap kaptam tőle egy e-mailt, Brian Gelligannek hívják, Amerikában él, és abszolút támogatásról biztosított, és szeretné felvenni a kapcsolatot, szeretne segíteni, úgyhogy abszolút... Hát nagyon szeretném, nagyon-nagyon támogatnám ezt az ötletet, ráadásul tényleg a Cserépfalvi kiadó az a 20. század egyik legjelentősebb magyar kiadója volt, egy nagyon hallató szellemi progresszív kiadó volt, és én nagyon sok sikert kívánok a munkájához, és mint az előbb mondtam, megfenyegettem, visszavárjuk a lehetséges. Köszönöm, hogy... Jönni fogok, köszönöm szépen! Kedves nézőink, most híradó jön, a híradó után természetesen folytatjuk itt a Pirkadatot. Ha emlékeim nem csalnak, akkor Platt Ivánnal fogok beszélgetni. Várom önöket, addig is a legjobbakat!